A hétvégén Los Angelesben lépett fel Gangsta Zoli és Big Daddy Laca. A rapper páros nem először járt a nyugati parti városban, már 2015-ben is megfordultak itt. Most egy észak-amerikai turné részeként Miami-ból érkeztek. Azt kell mondjuk, az elmúlt napok csodálatosan teltek, fantasztikusan érezzük magunkat itt Amerikában. Jetlag, azt nem is tudjuk, hogy micsoda. Azzal nem tud foglalkozni igen, ilyen helyzetben. Nincsen repülőgép lábam, tehát jetlagem. Igazából hát keveset aludtunk, viszont sokat dolgoztunk. Ez nagyon nehéz munka, és senki ne próbálja meg otthon. Ezt én ezt tudom javasolni. Nagyon sok régi arcot látunk, az biztos. Meg igazából tök jó, mert úgy jövünk ki bárhova, hogy millió ismerős van, millió barátos. Miami-ba is találkoztunk rengeteg régi baráttal, és hát pont ezért aludtunk keveset, és sokat dolgoztunk. Nagyon nehéz a kőművesek élete. Nagyon nehéz a kőművesek élete. Miami-ban nagyon jó volt a közönség, nem léptünk föl nagy helyen, hanem ilyen 100 fős helyen, majdnem teltház volt, és a hangulat viszont az parázs volt, mert az a úgymond kevés ember is iszonyú hangerővel rendelkezett. És meg úgy néz ki, hogy sok lesz, és akkor még nagyobb lesz a hangulat. A sokat próbált zenészek mindenhol jól érzik magukat, de a nagy rohanás közepette általában kevés idejük marad a városok felfedezésére. A Miami-ban nem volt időnk, ott ugye másfél napot töltöttünk. Itt több lesz, egy barátunknál fogunk lakni, és már ígért programokat. Hát egyelőre először szerintem defibrillátorra kell majd kötni minket holnap délelőtt, és akkor ott el vagyunk. És akkor utána indult a program vasárnap délutántól szerdáig, és szerdán már repülünk át New Yorkba, és ott megint folytatódik tovább az álmokfutás. Úgy tűnik, a Los Angeles-i koncert egyértelműen jól sikerült, hiszen a srácok végül egészen hajnalig maradtak a buli helyszínén.